Háborúk voltak és lesznek is, és minden háborúnak vannak politikai és katonai céljai is. A technológiai fejlődés a háborúkra is rányomja a bélyeget, hiszen gondoljunk csak arra, hogy a mai felgyorsult világban akár egy mobiltelefon is fegyverré válhat, ha rossz kezekbe kerül. Minden nemzet hadereje a hivatásos katonákon túl a felkészült és sokoldalú tartalékos erőkön nyugszik. Ezt Takács Attila hangsúlyozta nyíregyházi előadásán. A Magyar Honvédség hadkiegészítő, felkészítő és kiképző parancsnokságának parancsnoka a Jósa András Múzeumban tartott tájékoztatót az önkéntes területvédelmi rendszerről. Takács Attila kiemelte, hazánknak is szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozású vagy felsőfokú tanulmányaik mellett támogatják a honvédség munkáját, és vészhelyzetben sem riadnak vissza attól, hogy komoly segítséget nyújtsanak az országnak. Kezdi azzal, hogy megkapja a felszerelését, amit hazavisz magával, mert hiszen pont arra lapozunk, hogy nagyon könnyen és gyorsan mobilizálható legyen ez a tartalékerő, bármilyen váratlan helyzetben tudjunk reagálni, pánik nélkül, határozottan és egyértelműen tudjunk reagálni. Alapvetően támogató falatokra képezzük ki őket, hiszen nem borítjuk fel a magánéletüket, nem akarjuk azt, hogy más pályát válasszanak, vagy más hivatást, nem akarjuk elvinni őket a lakóhelyükről. Éppen ezért egy korlátozott évi 20 nap kiképzési idő áll rendelkezésre, hogy felkészítsük őket. Természetesen alapozunk arra, hogy egyénileg is a sport révén fizikálisan megfelelő kondícióba tartják magukat, de azokat a katonai kompetenciákat, amelyek szükségesek a falatokhoz, azokat a kiképzés keretében sajátítják el. Alapvetően tehát az önkéntes területvédelmi rendszer célja, hogy a tartalékos katonák képesek legyenek egy adott katasztrófavédelmi helyzetben, mint például árvíz esetében, azonnal helyben reagálni, és bevethetőek legyenek attól függetlenül, hogy a civil életben milyen munkát végeznek. A honvédség minden felnőtt korú személyre számít, a felvételihez nem kell más tenni, mint részt venni egy orvosi egészségügyi és egy pszichológiai vizsgálaton. Ez az első 20 nap. Mi kétnapos időegységekre bontottuk szét, mert alkalmazkodunk az elfoglaltságokhoz. Alapvetően hétvégén vagy velük egyeztetett időpontban, ilyen kétnapos ciklusokban hajtjuk végre az alapfelkészítésüket, és utána pedig elindulunk majd a kötelék felkészítésekkel, rajszakasz, századszint a végcél, hogy kötelékben is tudjanak dolgozni, hiszen nagyon fontos az, hogy egyénileg mindenki legyőzhető, viszont csapatban, egy közösségben, egy kötelékben már nincs akadály, amit ne lehetne leküzdeni. Egy tartalékos katona minden évben egyszer egy havi rendelkezésre állási díjat kap a szerződéskötés évfordulóján, akár szolgálatra hívták, akár nem. A beosztási illetménynek megfelelően pedig napi katonai zsoldot kapnak a honvédok a beosztásuknak megfelelően.